Mind a kettő van. 2010-es évkönyv itt a Polarisban van. Tegnapi nap folyamán postáztuk. Az jár a legjobban, aki itt a Polarisban intézi a tagdíját, és itt is megkapja az évkönyvet azonnal. Semmifajta postai sérülésnek nincsen kitéve akkor. Hát ma esti vendégünk Tóth Imre, régi veterán amatőr, most már kicsit nagyobb távcsövekkel észre, de hát ezt a poént elsütöttem. Viszont ő is városlakó, mint mi itt a Polarisban, és a városi csillagászat, a városi amatőr csillagászkodás. Szia! Lesz a következő előadásnak a témája. Nem is tartom fel tovább az érdeklődőket, mert 160 darab diát kell megnéznünk, ami jó mulatság, férfi munka lesz. Te be vagy drótozva, jó akkor? Igen. Hang van, ugye, gondolom. Tehát köszönöm szépen Mizsár Attilának a meghívást itt erre a különleges napra, hiszen a Polaris ez évben ünnepli a Polaris csillagvizsgáló fennállásának 30. évfordulóját, és egyben ez az év, az évfordulós év, az Galilei év. Ne szabad kapcsolni? Jó így? Tudnék, elég sötét. Úgyhogy ebben az évben két évforduló is van, Galilei első távcsöves észleléseivel kapcsolatos 400. évforduló, bár évfordulós év lehetne akár a jövő év is, 2010-es, hiszen oroszlán részét, illetve sok fontos észlelést végzett 1610-ben is, amelyek elsőségi észlelések voltak a tudomány történetében. És a Polaris csillagvizsgáló pedig ebben az évben ünnepli 30. fennállásának 30. évfordulóját. Gondolkoztam a meghívás kapcsán, hogy mi legyen a téma, és arra gondoltam, hogy a csillagászat a városokból téma lehetne itt igazán testhez álló a budapesti égbolt alatt, akár az uránia csillagvizsgálót tekintjük, akár a Polaris csillagvizsgálót, vagy akár azokat az amatőröket, akik kénytelenek nagyvárosokban, akár a fővárosban, vagy akár olyan vidéki városokban, akár nagyközségekben is észlelni, ahonnan nincs lehetőségük elmenni máshova, kitelepülni, hiszen nagy műszereik vannak viszonylag, sötét égboltot nehéz elérni, és onnan kénytelenek észlelni. Most mi lesz valójában a téma? Professzionális csillagászat van a városból a mai napig. Néhány szóban, néhány mondatban, néhány diában össze szeretném foglalni, hogy Magyarországon milyen olyan csillagászati megfigyelőhelyek vannak, ahol aktívan a mai napig professzionális, tudományos értékű megfigyelések is végeznek és történnek. Az amatőr csillagászat specialitásait a városból, példák, néhány példát a múltból és lehetőségeket a jelenben, illetve bizonyos néhány érdekes megfigyelési lehetőségre felhívom a figyelmet, amely a közeljövőben aktuális. Na most borult idő van, szerencsére eső esik és nem hó, mert akkor közlekedési nehézségek is lennének. Van egy olyan weboldal a világhálón, Cloudy Nights, vagyis felhős borult éjszakák. Ezek különösen alkalmasak felkészülni a derült éjszakákra és észlelésekre, hiszen a borult után jön majd a derült is, úgyhogy a műszereket, a megfigyelési technikákat át lehet gondolni, illetve javításokat lehet eszközölni a műszereken. A Polaris csillagvizsgálóban professzionális csillagászat is folyik, kezdem először a Polarisszal itt a fővárosban. Köztudott, hogy van egy jó, elég nagy Celestron műszer, amelyhez CCD is van, számítógéppel összekötve, és egy kereső tápcső, gyanánt egy Skywatcher kis lencsés tápcső, egyszerű lencsés tápcső, ez nagyon jó, nagy látom, ez egy Richfield műszer, ez akár a városokban is lehet, hogyha nem túl nagyon fényes az ég, változó csillagokat észlelni, de egy közepes nagyításig el lehet menni vele anélkül, hogy színezze, ez egy nagyon jó amatőr műszer, kis helyen elfér, erkélyekről is lehet használni, akinek nincs nagy helye otthon, kiteszi az erkélyre, vagy az ablakba is nézegetheti vele a fényesebb, aktuálisan látható objektumokat. Itt a Polaris csillagvizsgálóban elvileg lehetőség van változó csillagok észlelésére, az AFSZO kapcsán ez a magyar változó, amatőr változó, nagyon neves és nevezetes, világszerte jól ismert eredményeket produkál.
Újabban exobolygó tranzitokat is lehetne mérni, illetve üstökösök és kisbolygók sziszidés megfigyelés, legalábbis azokat, amelyeket innen a városból el lehet érni egy ilyen kisebb távcsővel lehet figyelni. Természetesen bemutatások is vannak, hogyha most derült lenne, akkor nagyon szépen lehetne látni este az égbolt látványosságait. A Jupiter már nagyon lenyugóan, talán nem is lehet látni, jön majd a tavasz égbolton a Szaturnusz, jön a Mars, ez most aktuális, a idén télen, illetve a Holdat is lehetne látni, éppen nem első, hanem utolsó negyedik fázis közelében, és egy kitűnő nagy, új beszerzésű 20 cm traktorál rendelkezésre az égbolt látványosságainak a megtekintéséhez. És természetesen az ismeretterjesztés, ez egy közismert és népszerű dolog itt a Polarisban, és a nagy nevezetes eseményekkor igen népes közönség szokott összegyűlni a Mars földközelsége idején, vagy annak hamis földközelsége idején, mindig augusztus végén, vagy a aktuális igazi földközelségek idején, vagy egyéb más alkalomakkor is, fogyatkozásokkor, vagy egyéb érdekes előadások és események kapcsán. A szegedi csillagvizsgáló, ez Szeged városában a várostól dél-délkeretre helyezkedik el, tehát kizárja a város fényét nagy rész, de hát azért elég párás helyen van. Egy 40 cm-es műszer van, és egy Celestron kis tápcső, amely bemutat, elsősorban bemutatásokat szolgál, de tudományos megfigyeléseket is végeznek. Fotometriára alapozva, CCD fotometriát végeznek, változott csillagokat, kisbolygókat, üstökösöket figyelnek fel elsősorban, legalábbis a fényesebbeket, amelyek éppen akkor aktuálisan láthatók, és természetesen a tudományos kutatás mellett az amatőr csillagászat és ismeretterjesztés is profilja az intézetnek. És a kollégák, akik ott vannak, ezek rendszeresen járnak, ők rendszeresen járnak a kapcsolatban vagyunk velük, a Piszkéstető Obszervatóriumban észlelés végzése céljából. Néhány felvétel, amely a déli obszervatóriumunkban készült, Szegeden, illetve Baján, a Hellbop püstökössel kapcsolatban, Hellbop püstökösről. 1997-ben járt ez az óriási üstökös. Talán a MEC-nak volt itt 2007. január első napjaiban, de csak megmutatta magát, és a déli égbolton tündökölt. Hatalmas fényes üstökös. A Hellbop óta itt az északi félteke lakói számára igazából nem volt olyan nagyon kedvező fényes üstökös, de várjuk a közeljövőben, hogy kell jönni valami fényes üstökösnek, és erre is fel kell készülni, és éppen akár a városi égbolt rossz fényviszonyai mellett is, kedvezőtlen fényviszonyai mellett is meg lehessen figyelni, mert mutatok néhány megoldást, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban. A Bajai Obszervatórium, ez egy önkormányzati csillagvizsgálónak indult, és talán még most is a kezelésben van. Tudományos munkát végeznek, itt látod egy éjszakai felvétel, hosszú expozícióval. Nevezetesen nagyon jó CCD detektoraik vannak, és van egy 50 centis tápcső, és több ilyen kisebb 36 cm-es tápcső, automatikus műszerek. Elsősorban a változott csillagászatban érdekeltek a kutatás területén. A változó csillagok fotometriáját végzik, kettős többszörös rendszereket, égi mechanika és a változó csillagok kapcsolatában a kettős és többszörös rendszerek égi mechanikai viselkedését tanulmányozzák, illetve az, hogy fotometriával a fénygörbék viselkedésében hogy lehet kimutatni nem látható kísérőket, csillagméretű kísérőket, tehát nem exobolygókat, hanem harmadik vagy negyedik komponens a többszörös rendszerekben. Eruptív változókkal és akréciós korongok asztrofizikájával is foglalkoznak itt. A munkatársak pedig jól ismertek, taktársak is a Magyar Csillagászati Egyesületben. Van egy automatikus robottápcső és egy automatikus tápcső, és egy nagyon jó CCD kamera. Ami érdekesség, hogy az nem is olyan régen volt a Leonida meteorraj gyakorisági maximum, akkor tűzgömböt sikerült lefényképezni, és szinte szimultán egy rajzot is sikerült készíteni Sánta Gábornak Szegedről. Narancsszínű tűzgömb volt, és a Gamma Pegasi közelében haladt el, a látómezőt mintegy 10 fok. És ugyanabban az időben lényegében. Tehát ez a Bajai Obszervatóriumnak a műszerei, ezek a műszerei, és ez nagyon fontos, egy távcső értékét és a teljesítőképességét nagyon befolyásolja az, hogy milyen detektor van rajta a tudományos munkát tekintve. Ez egy nagyon jó CCD, amit használnak Baján.
Másik nagy megfigyelőhely, professzionális megfigyelőhely és csillagvizsgáló az ELTE-nek, a Goddard Asztrofizikai Obszervatóriuma a Szombathelyen. Itt van egy nagy 60 centis távcső, ennek a kupoláját lehet itt látni, és itt pedig az obszervatórium igazgatója, Jankovics István és Kovács kolléga. Kovács Józsi, igen, aki a MCI híreket is sok-sok hírt írt. Tehát itt látható a stáb, és rendkívül sok asztrofizikai munkát csináltak. Asztrofizikai megfigyelések, mágneses, aktív és foltos csillagok viselkedését, emissziós B-csillagokat, eruptív változókat, flare-csillagokat, csillagok spektroszkópiáját, emissziós B-csillagok spektroszkópiáját, valamint tudománytörténeti és technikatörténeti munkákat írnak, illetve kezelik Gotthard Jenő hagyatékát és az emlékmúzeumot, amely ott van Szombathelyen. Nemzetközi konferenciákat is szerveztek, 1999-ben a teljes napfogyatkozás kapcsán tudományos konferenciát, illetve ez évben aktuális volt az asztrofotó kiállítás megszervezésében oroszlán részt vállaltak, a mai Manóházban lehetett ezt megtekinteni koranyár folyamán. Az ELTE csillagászati tanszékének is van egy obszervatórium. Régen a múzeum körúton volt egy Zeiss meniszkasz távcsők, vagy egy kis Zeiss távcsövük, de ehelyett beszereztek, 2007-ben állították be egy 40 cm-es Ritchie Chrétien teleszkópot, Izsák Imre teleszkópnak nevezik, vagy hát megfigyelő helynek ezt a lágymányoson levő modern kupolát, Izsák Imre emlékére, aki nagy égimechanikus volt, sokáig a csillagvizsgálóban a Svájcban dolgozott, de 56-ban elment külföldre, és nagyon nagy szerepe volt az amerikai űrkutatásban, a Föld alakjának és gravitációs terének a feltérképezésében, a modellezésében, a mesterséges holdak mozgás elméletének kidolgozásában. A nagy csillagászati kutatóintézet, a Svábhegyi Csillagászati Kutatóintézet a 20-as, 30-as évekbeli fotó itt látható, akkor még nem volt benőve fákkal, a nagy 24 hüvelykes távcső, vagyis 60 centis helyde reflektor, Kasszegre Newton reflektornak a kupolája, és két kisebb kupola is látható, itt pedig a főépület. Ez az út addig tartott, itt ért véget nem sokkal, ami most manapság már a úttörővasútnak a sorompója, tehát nem is volt szinte út, és még ez se volt akkor beburkolva abban az időben. Ez a főműszer, ez ma is használatos. Egyik példája, hogy egy fővárosból is, a nagyon fényszennyezett és légszennyezett fővárosból is lehet észleléseket végezni. A modern technika segítségével, hiszen CCD detektor került a távcsőnek, a Newton fókuszát szoktuk használni elsősorban, nem a Cassegrain-t ide, és ezzel a differenciális fotometria módszerét alkalmazva elég halvány változó csillagokat is lehet észlelni, és a különböző változó csillagprogramok, amelyek tradicionálisan az obszervatórium programjai folytatódhattak ezzel a műszerrel, tehát régebben fotoelektromos fotométer volt, de a technika fejlődése, a CCD technika bejövetelével tovább lehetett lépni, és a mai napig lehet észlelni, és aktívan lehet észlelni a Svábhegyen professzionális csillagászati megfigyeléseket végezni. Kulin György egy olyan példa, aki annak idején fotografikusan észlelt, régen ugye üstököseket, kisgolyókat is fotografáltak, azon kívül gömbhalmazokat vagy változó csillagokat is észleltek fotografikusan, fotometriai céllal, tehát a fénygörbéknek a felvétele céljából. Itt látható egy távolabbi kép, eléggé madártávlati kép az obszervatórium korabeli állapotáról, és a környező hegyek erre felé, a János hegy felé, illetve az út erre a Normafa felé, és csak eddig tart tulajdonképpen igazából, és a fény a mai napig hivatalosan fényvédelem alatt áll a terület, ki van jelölve és rögzítve van írásban megfelelő helyeken, hogy milyen körzetben nem szabad fényszennyezést csinálni, de hát ez gyakorlatilag nem egészen van betartva. Ennek ellenére viszont lehet észlelni az új technika segítségével, de jobb lenne, hogyha a fényszennyezés még kisebb lenne. Néhány eredmény és a régi nagy nevek, Tasantal, Detrászó, Szedőből a legutóbbi igazgatók, Balázs Júlia, aki, és Detre, aki oroszlán részben elindították a
pulzáló változó csillagászatot, a pulzáló változó csillagok megfigyelését, azon belül is a RR-nyire csillagok megfigyelését, akár fotografikusan, vagy a régi fotométerekkel, majd az 50-es évektől a fotoelektromos fotometrei berendezésekkel. Itt az RR-nek, pontosan az RR Geminorum RR-nek a fénygörbéje látható, úgyhogy több idő, nagyon hosszú idő, akár több év vagy évtized alatt összegyűlt megfigyelésből meg lehet állapítani, az amplitudó változik. Nagyon nevezetes az intézet ennek az effektusnak, a Baskó effektusnak a vizsgálatáról. Ma nem ismerni pontosan, hogy milyen fizikai háttere ennek a jelenségnek, és ennek a vizsgálata nagyon fontos, mert a csillagok belső szerkezetébe lehet beletekinteni. És tulajdonképpen az a jelentősége az ilyen megfigyelésnek, hogy egy adott műszerrel homogén módon lehet egy nagyon sok-sok évtized, nagyon hosszú, sok-sok évtizedre visszamenő és sok-sok évtizedet átölelő, átfogó anyagot összegyűjteni. Tehát ez erről nevezetes az intézet, és itt adják ki azt a bulletint, ami a változó csillagászatnak a megfigyeléseit a világból közli, egy gyors közlemény, és ma már az interneten van. Foltos csillagokat, kromoszférikusan aktív csillagokat is tanulmányoznak az intézetben, szintén ezzel a 60 centis távcsel innen a városból. Kollégák, akik ebben aktívan részt vesznek, és szakértői a témakörnek, lemodellezik azt, hogy milyen és mekkora és foltok vannak a csillagokon, és hol helyezkednek el. Van olyan csillag, és több olyan csillag van, ami naphoz hasonló, és azoknak a tanulmányozása távolról a nap fejlődésébe, és múltjába és jövőjébe is betekintés nyújt. Ez nagyon fontos dolog. Na most egy átmeneti téma, olyan értelemben, hogy átmenet a professzionális csillagászatból az amatőr csillagászat felé, hiszen a Heider refraktor, ami annak idején Konkoly refraktora volt, az később átkerült az, végül is a Schwab-hegyre, és onnan ajándékba kapta az Uránia a 20 centis távcsövet, és a mai napig ott van az Uránia tulajdona, tulajdonképpen ma már egy amatőr távcső. Nagyon fontos szerepet játszott be a magyar műszertechnikában és műszertörténetben Gustav Heide művek Dresdában. Műszereket készített, hiszen a 60 centis Schwab-hegyi távcső és a 20 centis Konkoly ógyalai műszer is az ő műhelyében készült. Rengeteg ilyen kép van a ógyalai távcső. Nagyon érdekes ez a kamera, ez a Schwarzschild-féle fotokamera, egy hatalmas kamera, amellyel fotografikus fotometriát lehetett csinálni, egy elektromos motor mozgatta a kamerának azt a részét, ami nem ezt tartja, hogy elkenődjék a csillag, mert egy elkenődő csillagról a fotometriát pontosabban lehet csinálni, mint egy pontszerűről. Arra jött el, ezt ismerte fel Schwarzschild. Ez az eredeti ógyalai kupola, egy 5 méteres vaskupola ógyalán. Ma azt hiszem egy napfizikai tápcső van benne, egy kisebb tápcső. Ez a szerkezete, és közelről itt látható a fotokamera. Ma pedig hát tulajdonképpen elvileg az ismeretterjesztés szolgálja, nem tudom, hogy milyen hatásokkal működik, valószínűleg a Polaris DNG 20 centis távcsilla az ezerszor aktívabban működik, legalábbis a aktivitását és a megfigyeléseket, a amatőr csillagászati megfigyeléseket és a nagy közönséggel való kapcsolatát illeti. Itt annak idején, akik ott tanúi voltak a nagy időknek, rengeteg amatőr csillagászati megfigyelésnek a tanúi részesei voltak, napmegfigyelés, Merkur átvonulás, a hold, bolygók, egyéb Jupiter holdaknak a jelensége, és így tovább. Tehát nagyon jó egy 20 centis mencsis tápcső, ez egy nagyon jó tápcső. Főleg egy ilyen régi, jó kikészítés, jó elkészített tápcső. A mai napig működhet. Na most a nyáron alkalmam volt a párját megtalálni, és felkeresni Rio de Janeiro-ban, mert ott volt egy konferencia, és ezt az alkalmat felhasználtam arra, hogy meglátogassam az ottani párját a 20 centis Heidének, mert Heide két távcsövet készített egy időben gyakorlatilag, egyet ógyalára, Konkoly megrendelésére, illetve egyet Rio de Janeiro-ba, hiszen akkor alkult Nemzeti Obszervatórium már a Brazíliai Nemzeti Obszervatórium, és ennek kapcsán valószínűleg alkalmuk volt műszerbeszerzés, és úgy döntöttek, hogy egy ilyen műszer szereznek be. Schwarzschild kezdeményezett az északi égboltra egy fotometriai égbolt felmérést az északi pólus közeli csillagok fotometrálására. Ebbe bekapcsolt Konkoly, meg is csinálták, és le is publikálták. Nem, nincs arról adat, hogy Rio de Janeiro-ban ilyen, vagy ehhez hasonló célra rendelték volna meg a műszert, mondjuk a déli égbolt
bizonyos területeinek a fotometriálására. Egy kicsit távol is vannak a pólustól, mert a baktérítő van a fejük fölött a zenitben. Szinte. Úgyhogy az távol van még a pólustól. Tehát valami más területet lehetett volna, de ilyenről nincs adat. Ezt egyszerűen valószínűleg a obszervatórium műszerfejlesztésére vették, és fotografikusan észleltek az első időkben, asztrometriai méréseket, hold megfigyelést végeztek, és a későbbiek még 50-es, 60-as, 70-es években is asztrometriára használták, nevezetesen a hold általi csillagfedések megfigyelésére, illetve mikrométerrel bolygók látszólagos szögátmérőjének, a napnak a látszólagos szögátmérőjének a mérésére használták. Ilyen asztrometriai pozíciók meghatározására, illetve látszószögátmérők mérésére. Így néz ki az obszervatórium ott helyben. Itt van a helyének a kupolája. Van egy nagyon jó 46 cm-es kukreftoraktoruk, az egy óriási reflektor. El lehet képzelni, hogy a déli égbolt, akkor fejük fölött van szinte a Sagittarius, meg a Scutum felhők, akkor belenézni egy nagy lencsés távcsővel oda a gömbhalmazokban, meg. Egyébként nem biztos, hogy főleg városból a fényerős távcsövek kellenének a mélyebb objektumokra, mert azok a hátteret is felerősítik. Egy hosszabb fókuszú, kevésbé fényerős távcső még előnyösebb a városokra. Tehát egy ilyen hosszú fókuszú lencsés távcső nagyon előnyös bizonyos mélyebb objektumokra. Persze, neki is egy ilyen hosszú fókuszú távcsőnek nyilván nehézséget jelent, hogyha nagy kiterjedt köldöt kell megfigyelni, mert akkor a nagy területre oszlik szét a fény, kicsi lesz a feletti fényessége. De hát azért a mélyég objektumok többségét azért el lehet érni, mert nem is beszélve a ekliptikáról, amely szinte a fejük fölött van a baktérítő környékén. A déli ekliptika elérni a bolygókat, amikor a Jupiter ott van, vagy a netán a Szaturnusz van a tejútmezőben, könnyen el lehet érni, nem is beszélve a Holdról. A kupolának a bejárata, és ez ő pedig egy csillagász Brazíliából. Tehát Portugália, tulajdonképpen a portugál gyarmat volt annak idején Brazília, és hát sok portugál van, akik a kultúra és a tudomány területén erőteljesen részt vesznek Brazíliában, úgyhogy ő egy égimánikával foglalkozó csillagász, ő szívességéből sikerült közelebbről megnézni, ő mutatta meg a teleszkópot, és így lehetett bejutni. Egyébként egy múzeumnak a része ez, egy ilyen technikatörténet és tudománytörténeti múzeumnak a része ez. A nagy 46 centis reflektort amatőr csillagászat, illetve bemutatási célokra használják a mai napig is. Tehát ez egy jó felújított és jó karbantartott távcső. Lényeges, hogy az asztrográf, vagy az a kis kamera, ez kisebb, jóval kisebb, mint a Schwarzschild-féle kamera. Tehát Schwarzschild nem küldött, nem voltak kapcsolatban, úgy tűnik Schwarzschilddal. Fotográfikus fotometriai céllal, egészen más célokra, simán az égboltnak az adott területének a fotografálására használták egy ilyen normál kamerát, amelyet a távcsőt adtak annak idején. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez is azt mutatja, hogy nem a fotográfikus fotometriai célra vették ezt a távcsövet annak idején. Lehet látni a mozgató szerkezeteit és az okulár kihúzatát, ez pedig egy mikrométer, ami a pontos asztrometriai méréseket, látszószög átmérőket, szögtávolság méréseket teszi lehetővé. Ezek nagyon értékes műszerek. Tehát itt felsorolom, hogy milyen megfigyelésekkel foglalkoztak, elsősorban asztrometriával és a hold csillagfedésének a megfigyelésével. Áttérünk Budapestre, most már a városi csillagászatra és azokra a lehetőségekre, amelyek az amatőrök számára adottak, illetve azokra a nehézségekre, és rátérünk, és ez nyilvánvaló, mindenki tudja, amelyekkel szembe kell nézni az amatőröknek a megfigyeléseikor. Egy nagyon érdekes könyv jelent meg az elmúlt időszakban, Rezsabek Nándor és Rágner Márta szerkesztésében, összeállításában az ismeretlen Hédervári Péter. Ő nem csak tudományos szakíró volt, vagy ismeretterjesztő szakíró volt, nem csak a holddal foglalkozott, meg ismeretes könyvek írásánál, aktív amatőr csillagászattal is, és rendkívül sok amatőr csillagászati műszere volt, majd föl is sorolom őket, tehát itt látható, hogy a kiadásban a Göncöl Társulat és a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány jelentős szerepet vállalt. Tehát itt egy rövid összefoglaló Hédervári Péter munkásságáról és életéről, ezek le vannak kívül, különösen nem is mennék bele.
nagyon fontos, hogy az International Lunar Society tagja volt, tehát a Holddal olyan beadatóan foglalkozott, hogy felfigyeltek a eredményeire és állításaira, a kutatásaira a nemzetközi szinten is, és sok könyvét is ismerjük. A csillagvizsgálója pedig itt ezen a helyen, az Árpád fejedelem útja 44 szám alatt található, ott lakott az ott a második csillagvizsgáló. Volt egy kis elő csillagvizsgálója még a körúton, egy kis Newton távcsővel, de itt a nagy műszerei, kupolája és a sok-sok műszere itt volt, itt végezte a megfigyelését. Az azt jelenti, ez a társasház tulajdonképpen lényegében az ablaka ebbe az irányba néz, a Duna felé. Ez azt jelenti, hogy a keleti délkeletén volt ott a befolyó. Hát a mögé nem tudott nézni, óriási a társasház, ezért épített egy kupolát a parkba. Egy emléktáblát is felavattak nem régen, 2008-ban, ezen a házfalán. És itt egy összefoglaló kép, hogy milyen tevékenységeket végzett. Itt a ház felső obszervatóriuma, az alsó obszervatóriuma pedig itt épített egy kis kupolát. Ott a ligetben, parkban, a házak között. Nehézség a városi csillagászatban a beépítettség, hogyha földszint közelében van valaki, a fák növényekben növik, illetve nem lát ki egyszerűen, nem, azon túl, hogy fényszennyezés van és légköri szennyezés. Tehát ezzel is meg kell küzdeni, az ókorban is így volt, a középkorban is így volt, és ma is így van. Az, legalábbis az a része a dolognak, hogyha valaki olyan városban él, főleg mediterrán városokban, ahol szűkek az utcák, és lent lakik valahol, akkor annak ide, amikor felnézett az égre, vagy valamilyen kis szögmérő alkalmatosságot, műszert használt, akkor nem látta át a teljes égboltot, tehát vagy fel kellett menni a tetőre, vagy valami erkélyes házba, vagy menni a szabadba. Tehát ez a városi csillagászatnak egyik hátránya, hogy a beépítettség, a szűk látótér, ez behatárolja a kilátást. És ezek a főbb könyvei, itt csak elsősorban naprendszerre kapcsolatosokat gyűjtöttem össze, azokban is válogatást. Elsősorban a Holddal foglalkozott, itt pedig láthatok a nagy távcsövek. Ma már a amatőr csillagászoknak óriási lehetősége az, hogy tudnak válogatni a műszerekben, mert ezek már ma már nálunk kereskedelmi forgalomban kaphatók. A nyugati gyártmányú műszerektől kezdve a orosz jó minőségű, egyébként nagyon jó minőségű optikát gyártanak az oroszok. Lehet választani olyan kisméretű műszereket, kompakt, nagyon kompakt műszereket, nagyon kisméretű, amelyeket erkélyre is föl lehet tenni. Tehát itt ezekkel lehet látni, el lehet képzelni, milyen nehéz volt észlelni, forogni egy szűk erkélyen. Egy kis Maksutov vagy egyéb katodioptikus távcsövek, vagy egész kis Newtonnal, amit lehet kapni a Celestron vagy a Skywatcher Black Diamond sorozatban, akár kis lencsés távcsövekkel, és bár azok a drágábbak, meg lehet azt oldani, hogy erkélyről lehet észlelni, vagy olyan kis helyről. És hordozható a könnyű műszerek. Tehát ma már a technika és a kereskedelmi lehetőségek olyanok, hogy ez ma már a amatőrök és az érdeklődők előtt rendel lehetőség van arra, hogy ilyen kisméretű műszereket beszerezzenek. Emlékeztetőül arra, hogy Hidervári kráter van a Holdon, a déli pólus környékén, nehéz ezt megfigyelni. Ladányi Tamásnak volt egy cikke, webkamera célpont a Hold, 2004 Meteor 12-es számában jelent meg. 25 centis kasszegrény távcső elkészítette ezt a képet, majd más képeket is fogunk látni később. A városi csillagászok, vagy amatőr csillagászok egy kedvelt célpontja és könnyen elérhető célpontja lehet a Hold, a Nap és a bolygók. Ezek szinte mindig kéznél vannak, a láthatóságtól függően persze. Itt lehet látni, hogy a szögátmérője változik, a fázisa változik a Holdnak, és az, hogy a librációs helyzetétől függően mely területei fordulnak éppen a földi megfigyelő elé, vagy felé. A déli pólusvidék nagyon érdekes, ezt a Hidervári kráter csak akkor lehet látni jól, hogyha a legnagyobb déli librációban vagyunk, és első negyed előtti időszakban, vagy első negyedtől egy kicsit későbbi időszakban, hogy ne legyen annyira túl árnyékos, vagy úgyhogy, de még ne is legyen nagyon megvilágítva, úgyhogy van esély arra, hogy bizonyos időszakokban kedvező librációs helyzetben a déli pólusvidéket elérjük a Holdon, illetve hát az északi pólusvidéken is vannak nagyon érdekes alakzatok. Időnként, ha oda jutok, akkor megszoktam ereszteni néhány észlelési felhívást a
Magyar Csillagászati Egyesület főoldalának honlapján az észlelési ajánlatok között Holdról, például az északi pólusvidék sugársávjait, most a decemberi Meteor számban is Görgei Zoltán rövid szerkesztésében ismertetésre kerülnek ezek a sugársávok, illetve megfigyelések, amelyek történtek fotografikusan akár, vagy éppen rajzban, vagy leírásban. Tehát mindig más-más területen kerül kedvező helyzetbe a Holdnak, és mindig ki kell választani. A régi évkönyvben voltak a librációk pontosan táblázatszerűen meghatározva, most már csak szóban vannak a listában, a égi jelenségek között, a havi lebontásban. Úgyhogy nagyjából be lehet satszolni, mikor vannak szélső librációs helyzetek, és a közbölcső librációs helyzetek is meg lehet becsülni, mely napokon érdemes bizonyos alakzatokat nézni. Ugye a Hold az egy hálás téma, a nap is, és a nagybolygók is a városból. Még objektumok van, hogy olyan biztos, hogy könnyen elérhetők. Itt van egy másik fotó. Kocsis Antal bocsátotta a rendelkezésünkre. Holdfotó Pap András készítésében Veszprémvarsányból, nem is olyan régen, 2008. február 16-án egy kis refraktorral. Itt látható a Hédelvári kráter. Feleségével együtt foglalkoztak a Holddal bizonyos tekintetben, és felismerte azt, vagy látni vélte, hogy van bizonyos holdi alakzat a princianások között, amelyek nagyon hasonlítanak a Duna és a Tisza folyókhoz, olyan látványt nyújtanak, persze egy kicsit fordítva attól, hogy milyen teleszkópot használ, vagy milyen geometriai helyzetben van a megfigyelés, és beküldték a Skyen teleszkóphoz, és itt megjelent ez a levélként ez a felismerés, és hát az itt tartjuk számon, és a Meteorban is több cikk jelent meg erről. Itt látható egy Apollo 15 felvétel a Holdi Duna és a Holdi Tisza vonaláról, a princirionások legnagyobbikai, vagy a legfeltűnőbb princirionások kirajzolják ezt. Itt az Aristarchus kráter a szomszédban nagyon... Nagyon szép vidéke a Holdnak, érdemes felkeresni, akár a városi amatőrök által, kis tápcsővel is. Tehát nem kell túl nagy tápcső ez. 5 centis tápcsőn mellett kezdeni. És akkor menni tovább, és Kulin Gyurka bács írta a Távcső tükörházi készítése című könyvben, hogy evés közben jön meg az étvágy, és akkor egyre nagyobb társadalmat lehet építeni. Később, mikor már valaki úgy dönt, hogy érdekli a megfigyelés. Tehát Hédervári Péter kupolájának a különböző nézetei, és a falán volt egy tulajdonképpen egy ilyen passzázs műszer, és annak a vázát lehetett látni, a kupola belső forgató karja pedig itt látható. Szintén ebből a könyvből vannak, ami most jelent meg, érdemes beszerezni, tanulságos. Ez itt látható. Annak idején körbe volt betonozva, de hát az idők folyamán ez a beton gyűrű koszorú, ez elkopott. Nem tudom most milyen állapotban, vagy milyen védelem alatt áll, vagy műemlék, vagy technika történet, ilyenek, nem tudom ennek a státuszát. De mindesetre érdemes lenne az odafigyelni, hiszen az valamiféle amatőr csillagászat és műszertechnikai történet. Sőt, épület és épület gépészeti emlék is. Ez egy passzázs műszer, egy kis passzázs műszer ott a falon. 9 különböző tápcsövet számoltam össze a kiadványban. Nagyon fontos, hogy ő a bolygókra és a Holdra koncentrált. Ez egy nagyon fontos szempont a városban, mert ezek könnyen hozzáférhető és érdekes objektumok. Sőt, majd a végén látjuk, hogy tudományos szempontból is érdekes amatőr csillagászok is tudnak tudományos értékű megfigyeléseket végezni ezzel kapcsolatban. Egy 20 centis kasszegrén tükrös tápcsőve volt egy fényerős 15 centis lencsése. Nagyon fontos, ez elég nagy méretű volt abban az időben egy 15 centis lencsés, az nem semmi. Egy F10-es fényerős refraktora, és vele párhuzamosan egy 100x2000-es refraktora. Volt egy ilyen kis összehajtogatott fényújtó refraktor. Nagyon híres, sokak által ismert és használt, ez egy commerce tápcső, de nagyon jó minőségű tápcső volt. 72x500-as refraktor, egy protuberancia refraktora is volt, tehát speciálisan külön a nap megfigyelésre volt egy speciális műszere, egy kis passzázs műszer, és az első tápcső a Lenin körút, egykori Lenin körút 82, ma Terész körút 24 lakásban egy 15 centis, én nem találtam adatot, de én 15 centisnek becsülöm, hogy az nagyjából egy 15 centis tápcső, egy megfelelő tubusban. Ez volt ott a körúton. Az első obszervatórium tulajdonképpen. És itt vannak a műszerei részletesen, a kasszegrén távcső,
majd egy fotométert is beszerzett 1981-ben. A párhuzamosan szerelt két lencséstápsi, a nagy lencsés és egy 2 méter fókuszú 10 centis. Ez a kupolában volt a Dunaparton, tehát ott a Árpád-fejedelem útján. Ez a fényerős refraktor, és itt a Duna, meg a sziget, Margit-sziget szembe. És ez egy hordozható kis műszere, nem közvetlen benézéssel, hanem prizmával valamilyen, vagy segédtükörrel kivezetve, ez pedig a kis lencsés tápcső, nagyon jó kis akromát. Sok nagy tápcső, ami nem sikerült annak idején, nagy méretű amatőr tápcső, helyett ez volt a fűműszer, ami kereső volt annak idején. Ez megfelelt annak, ez nagyon jó műszer volt. Ez a protuberancia tápcsöve. Georgiano Obszervatóriumnak is nevezte ezt az obszervatóriumot, a felesége neve alapján. Napmegfigyeléseket is végzett, például 83. januárjában. Protuberancia tápcsöve rajzokat készített a napról, még meg is satszolta, hogy milyen távolságban voltak ezek a napkorongtól, milyen kiterjedésűek voltak, illetve napfogyatkozást figyelt meg 1982. december 15-én a magáncsillagvizsgálójában. Na most az amatőr csillagászoknak szükségük van valamilyen útmutatásra, akár a gyakorlottaknak is, ismereteik elmélyítésére, elevenítésére, hiszen az ismeretek kopnak az idővel, illetve a kezdőknek, akik most kezdik az amatőr csillagászatot, egyáltalán megismerkedni azzal, hogy milyen műszerek vannak, milyen megfigyelési lehetőségek, milyen megfigyelési technikák. Erre szolgál az amatőr csillagászok kézikönyve, amelyet a Magyar Csillagászati Egyesület ad ki, és meg is lehet vásárolni, illetve a Magyar Csillagászati Egyesület folyóirata, a Meteor, amely mindig megfelelő rovatban, témánként, égítés típusonként tárgyalja az észleléseket, illetve a megfigyelési technikákat, eszközöket. Lehet-e még objektumokat és üstökösöket például megfigyelni a városból? Bizonyos esetben igen, bizonyos esetben nem. Nem csak azért, mert a horizontalán mennek, hanem olyan rosszak a fényviszonyok, vezetlenek a légtöri viszonyok, hogy a városból a kilátás, ami akadályoz ezeknek a megfigyelését. Januárban, ugye említettem, 2007. január 1-én volt egy nagyon fényes üstökös, közel ment nagyon a naphoz, a McNaught üstökös, amely a déli égbolton volt nagyon kedvező láthatóságú, Ausztráliában készült felvétel ez, illetve Colorado-ban, ez az északi félgömbön van, már csak a csóváinak a nyúlványa látszódott az északi égbolton. Tehát ez egy kis városka, tehát onnan is lehet a fényes üstökösöket megfigyelni. A Hellbopot is mindenki látta 1997 tavaszán, március-áprilisán akár városból is, binokulárral, vagy akár szabad szemmel is, nagyon nagy kiterjedés és fényes üstökös volt, annak ellenére, hogy messze volt, egyszerűen nagyon aktív volt és nagyon nagy volt. Várjuk, hogy a közeljövőben, egy-két éven belül újra láthatunk fényes üstökös. Már itt az ideje időnként, tehát 10-15 évenként jön egy fényes üstökös. 1975-ben volt itt a West üstökös, 80-as években volt a Helly üstökös, hát persze nem az északi, az nem volt egy nagyon híres üstökös, híres üstökös, de nem volt olyan fényes, legalábbis a megfigyelések szempontjából. És Yakutake üstökös volt itt 1996 tavaszán, majd alig egy éven belül jött a Hellbop. Úgyhogy meg ez, ami följött 2007-ben, úgyhogy most már itt az ideje, hogy az északi félteke lakói számára is fényes és kedvező megfigyelési helyzetben levő üstökös jöjjön. Akár városokból is. Persze, aki nem városban lakik, vagy van lehetősége kitelepülni, egy kis állványon, tripódon, amely óragéppel van látva, jó, be van állítva pólusra, jó digitális fényképezőgéppel, egy Canon EOS 300D. Ladányi Tamás készítette annak idején a középső hajag, vagy hajag tetőről a Kaphegy közelében, 2008. januárjában a Holmes üstökösről, amely váratlanul kifényesedett néhány hónap, október végén, 2007. október 23-25 körül fényesedett ki. És még januárban lehetett látni, akár szabad szemmel is, de csak sötét helyről, binokuláris objektum volt akkor. És a fotóra a sötét, nem városi égből rákerültek mélyég objektum, Kalifornia köd, egy nyílt halmaz,
Itt látható a plejádok például, és itt a Béta Perzei Algol közelében volt a pont Szüstökös. Tehát ez a különbség a városi és a nem városi ég között. Mondjuk ez városból nem várható, de vannak bizonyos objektumok, akár innen a Polaris csillagvizsgálókból is, amelyet jól meg lehet figyelni. Minél kompaktabb egy mélyebb objektum, nem terül szét nagyon a fényesség, annál könnyebben megfigyelni. Planetáris ködöket lehet látni. Görgei Zoli szokott bemutatni annak, hogy az Eskimo ködöt, az kedvenc téli objektum, őszi, novemberi, decemberi objektum, többek között, vagy egyéb planetáris ködöket, vagy nyáron a ismert víragyűrűs ködön, gömbhalmazok, vagy kisebb, nagyobb nyílt halmazok, ezek hozzáférhetőek, még a 20 centis távcsőre innen a fényes budapesti óbudai égről is. De azért ilyen nem lesz valószínűleg közeljövőben. Hogyan kell kitelepülni, hova menjünk, vagy akár városból is hogyan végezzük a megfigyeléseket? Nagyon fontos az, hogy ne legyen párásodás, jó legyen a átlátszóság, ne vibráljanak a csillagok. Itt látható, hogy a lebukó légáramlás, akár felhőket is hoz meg nyugtalan levegőt, rossz a szing, és még felhők is lehetnek. Itt középen ez egy ideális látszó, de nagyon könnyen beül a köd. Ha nincs köd, akkor ez jó, ez a tisztás. És itt a fensík, ez a legjobb, úgyhogy nem a szélén, hanem itt valahol a közepére települni. Itt még lehetnek a felsiklás miatt, felbukás miatt felhők, de azért a szíjing elég jó, és az átlátszóság is elég jó. És ha nincs köd, akkor még ez is jó. Itt már nem. Ó, miért mentünk előre? Bocsánat, itt valami olyan gomb került sorra, ami... Akkor visszamegyek a... Diához, mert így akkor nem fogok gyakorolni. Könnyebb, hogyha... Igen, mert pendrive-on megy, egy kicsit lassabban megy, ezzel lehetett volna tenni. Nincs ezt erre venni. Igen. Ez terhéden, várj. Igen, és akkor innen folytatjuk. A mellékgombot nyomtam meg. Tehát a városból, hogy kénytelen vagyunk épületekből észlelni. Még mielőtt bármit is mondanék, ha tetőre megyünk, vagy ilyen teraszra, ahol le lehet zuhanni, balesetveszélyes éjszakai munkáról van szó, védőkorlát kell a balesetveszély miatt, tehát csak olyan helyről észleljünk, ahol a balesetmentes munka, a balesetmentes éjszakai biztosított, ez minden, ez munkavédelem, ez ugyanolyan munka, mint a többi, sőt, ez műszaki területnek is számít, egy csillagászati obszervatórium, vagy megfigyelés, mert lehetnek zsinórok, fel lehet bukni, tehát nagyon fontos, hogy legyen világító eszköz, és megfelelő védelem, hogy ne legyen baleset. Itt látható, hogy milyen zavaró tényezők vannak, szálló légáramlások, hőmérséklet különbségek vannak a különböző helyek között, kémények, kitakarás van, és a távcsőnek úgy tűnik, hogy ez a észlelőhely a legszélszerűbb. Itt a ház miatt van, épület miatt van, meg a közép rész miatt van a felszálló légáramlás, itt meg ki is kitakar ez a délre lévő épület, tehát nem tudom mit csinálni. Ez nagyon jó hely. Hát a kettes az kérdéses, mert az balesetveszélyes, meg nehéz oda feltelepülni, de nyilvánvaló, hogyha éjszakra kell észlelni, akkor vagy az ötösből, vagy a hármasból kell csinálni. Az délre nem kedvező, van olyan objektum, ami éjszakra látszik, mondjuk egy üstökös ott látszik, cirkumpuláris, akkor oda kell menni. Tehát kompromisszunk, el kell dönteni, mit akarunk észlelni. Tehát ez a szélhez, a peremhez közeli rész a jó. Itt viszont balesetveszély lehet, tehát csak is védőkorlát, megfelelő védőkorlát és védőeszközök kellenek ahhoz, hogy a éjszakai munkát lehessen végezni. Tehát nagyon fontos a balesetvédelem. Más baleseti forrás is van a csillagászati... Megint? Még azért ott nem tartunk, de majd eljön az idő is. Igen. Igen. Majd pedig ide várja a sár, igen, az is ott még mehetünk? Igen, ez az a Héber várja a sár. Ott van, utána az volt az. Várja az a Héber várja a sár. Egy kicsit följébb. Ott leszünk, a 62-es, mi tartottunk most. Nagyszerű.
Jó. Na most akkor. Igen, tehát segédeszközök kellenek a városi észleléshez. Ha nem tudunk, a legegyszerűbb segédeszköz, elmenjünk ki a Kaphegy mellé, vagy a Zselici tájvédelmi körzet, ahol fényvédelmi körzet is van, és ott észlelni. De ezt nem tudjuk megtenni, főleg nem minden nap. Ott van a műszerünk, ott lakunk, másnap dolgozni kell, tehát városi észlelésre kell berendezkedni, akkor segédeszközök kellenek, amelyek valamelyest segítenek, és segítenek abban, hogy a városi ég kedvezőtlen hatásait kiküszöbő szűrőket kell használni. Vannak egyszerűbb, könnyen hozzáférhető, olcsó szűrők, és vannak minél jobb a minősége, a csillagászatban van, hogy ez igaz, általános tendencia, minél jobb, annál drágább. Nem mindig igaz, ki lehet fogni olcsóbbat is jót, de ez egy trend, hogy jobban áll drágább. Ez biztos, hiszen azt megmunkálták, azt megcsinálták, rendesen arról befigyeltek. Nem széria, nem tömegtermelés, nem távol-keleti, bizonyos távol-keleti tömegtermelés. Nem széria függő dolog, hanem egyedi megmunkálás. Azt meg kell fizetni. A Bader szűrők nagyon jók, a Bader optikai termékek nagyon jók. A Bader Planetárium csinálja, csak kis tételben nem szállítanak a kereskedelembe, ide külföldre, hanem aki nagyon nagy tételben rendel, az részesítik előnybe, és ezért nehéz hozzáférni, de lehet kapni nálunk is nagyon sok helyen, van is, készlet is van. Egyik ilyen a neodímium szűrő, amely kizárja azokat a tartományokat az égboltból, ahol a városi fények zavarnak, a hold esetén is, ha hold fönt van, és mélyeget akarunk nézni, mert valami jelenség van, akkor ezt lehet használni, ezt a szűrőt. És egyben kontraszt növelő szűrő is. Van egy nagyon jó szűrő, ez a Mizar mű, mély ég és SkyGlow szűrő, itt ezeket a tartományokat zárja ki, ahol a városi zavaró fények vannak, illetve átengedi azokat, ahol például a planetáris ködök látszanak, vagy a mély ég objektumoknak a jellegzetes emissziós spektrális elemei. Ezek már minőségi szűrők, amiket most mutatok. Egy szélesebb sávú az égi hátteret, illetve városi fényeket kiszűrő szűrő, ezek a zavarók, a sárgák, a városi fények, a zöld az a kedvező vonalak, amit szeretnénk látni, illetve az a tartomány, abban a tartományban enged át, ami kedvező a csillagászati megfigyelésekre. Akár vizuális megfigyelésekre, akár CCD megfigyelésekre is vannak ilyen szűrők, a higanygőzlámpák, meg egy nátriumlámpák egyebek fénye ellen nagyon jó, de ehhez képest még jobb a UHC szűrő, amely még keskenyebb sávban enged át. Ezeket jobb a planetáris ködökre használni, mert ez tipikusan a planetáris ködökre. Bizonyos esetben üstökösök gáz vonalaira is, de hát mondjuk az a ritka dolog ilyet megfigyelni. Ezeket lehet használni. Minden tápcsőhöz, minden apertúra F4-től F15-ig használhatók ezek a szűrők. Még objektumok megfigyelésére is, meg egyáltalán a háttérzajnak a csökkentésére. Még jobb szűrő, ez a legjobb. Itt üstökösök, illetve emissziós ködöknek a vonalait átengedi, a város pedig kizárja. Kis tápcsövekhez is jó, nagy tápcsövekhez is jó. Ez a keskenyebb sávú az inkább nagy tápcsövekhez jobb. Mert nem enged át annyi fényt, a tápcsöveg összegyűjti. Itt fel vannak sorolva azok a szűrők, Éder Iván és Szántó Lajos munkája alapján készült, hogy melyek azok a szűrők, amelyek alkalmasak a mély objektumok megfigyelésére, illetve a városi fényeknek a kiszűrésére, és hol vannak azok a tartományok, amelyekben nem engednek át, illetve jótékony módon nem engedik át a városi háttérzajt, a városi fényeket a spektrál tartomány, a látható fény tartományában. Itt lehet látni az Astronomiknak a szűrője, ezeket lehet kapni Magyarországon is, meg a Bader szűrők. Ezek hozzáférhetőek és nagyon jó minőségűek. A bolygókat is, holdat is érdemes fotózni. Olyan szűrőt lehet alkalmazni, amely az infravörös tartományban enged át, itt a földi légkörnek a hatása kevésbé érvényesül, kizárja ezeket a zavaró vonalakat is. Két fajta is van, a 742-es nanométer, illetve 807-es, ezt szokták általában használni, ez van példának felsorolva. Ez nyilván nagyobb tápcsövekre valójában 20 centi. A nagy tápcső, nagy amatőr tápcső, nekem 20 centit kezdődik. Tehát azt jelenti, azt is ajánlják, hogy a fölött lehet a keskeny sávokat használni, meg a exotikus tartományba, a láthatótól távolabbi tartományba esőket, szűrőket.
És akkor lehet látni, hogy a jelentősen növeli a Mars, illetve a Holdnak a halozatunknak kontrasztját, illetve természetesen, hogyha ezt több képre alkalmazva, stekkelve csináljuk, összeadva a képeket, összekombinálva, akkor a légkör hatása még kevésbé érvényesül, még jobban javul a kép. Tehát nem csak egyedi képeket szoktak csinálni az amatőr csinálatban, sokat egyszer, és akkor ezt megfelelő programmal, ezek le vannak írva a Metorban is, meg a weben utána lehet nézni, ezeket korrigálni lehet képeket, és szép, jó minőségű, nagy felbontású képeket lehet kapni. A Mars most esedékes, opozícióba kerül földközelbe, úgyhogy ki lehet próbálni, de nem kedvező az opozíció, nem lesz olyan szép nagy a korongja, de azért 20 centi távcsővel sok mindent meg lehet látni. A Marsból nagyon praktikus eszköz, a szűrőváltó, akár vizuális, akár fotografikus célra, képalkotó digitális kamerákhoz, vagy CCD-khez, webkamerákhoz is lehet alkalmazni, hogyha felvételeket készítünk. 5 szűrőt lehet belehelyezni, kézzel lehet forgatni, de van motorikus változata is, ezek a kereskedelmi forgalomban kaphatók, szabványtéketes menetekkel csatlakozhatók, negatív és pozitív menettel, illetve a szabványszűrők 1,25-ös szűrőnek 5 hely van benne, és nagyon praktikus. Napmegfigyelés, másik baleset veszély. Soha ne nézzünk a napban megfelelő védőeszköz energiacsökkentő szűrő nélkül. Védőszűrőt mindig a tubus elejére, az objektív elé jó biztonságosan rögzítjük. Azért mondok ilyen alapvető dolgokat, meg újra elismétlen, bizony nagyon sok amatőr ismeri ezeket a módszereket, amiket mutatok, de gondolom, hogy vannak esetleg olyan új módszerek, vagy új eljárások, új eszközök, amelyekre érdemes odafigyelni, illetve átismételni a régen tudottakat, illetve akik kezdők, azok megfelelő útbaigazítást nyerjenek. Tehát a nap az egy nagyon veszélyes megfigyelési terület, de nagyon szép tud lenni, hogyha betartjuk a óvintézkedéseket. Szintén a Bader cég csinál fóliákat, a világon elterjedt, nálunk is ez terjedt el, mindig a távcső tubus orrára a objektív elé kell tenni ezeket, jól rögzíteni, egyszerű eszközök, olcsók, nézetméterbe lehet kapni, ki kell vágni, meg papírra rátenni, és valami megcsináltatni műhelyben, és lehet észlelni a napot. Vannak olyan szűrők, és meg üvegszűrők, objektívvel értendők, ezek is hozzáférhetők a kereskedelemben, de Magyarországon nem elterjedtek. Az amerikai Tuzandos optikál cégnél lehet ilyet vásárolni, minden távcsőre van, méretben lehet rögzíteni, és fotografikus üzemmódra is, meg vizuális üzemmódra is lehet kapni ilyen szűrőket, különböző áteresztésűek ezek, és meg más cégek is árulnak ilyeneket, tehát a napot régen úgy figyelték, meg olyan ajánlatok voltak a különböző távcső építési könyvekben, hogy nem is mondom el pontosan, nem akarom elmondani, de végül is biztonságos volt dupla szűrővel, de olyan annyi hő gyűlt össze azon a helyen, ahol a szűrőt be kellett tenni, hogy ez már ma veszélyes. Tehát sokkal nagyobb, a technika annyira elfejlődött, hogy olcsón hozzá lehet jutni az üvegszűrőkhez, meg a fóliákhoz, hogy a távcső orrán az objektívvel és az egész távcsőt megvédjük a hőtől. Tehát nem, ott a régi módszerek beengedték a távcsőt, és egy bizonyos helyen dupla szűrővel, heggesztő szemüveg, meg ilyenekkel operáltak. Elpattant az egyik, sokszor volt az, akkor még ott volt a másik, hogy el lehet fordítani a fejet, de ez nem szabad alkalmazni ma már. Ezeket a szűrőket kell használni, és csak a megfelelő garantált helyről beszerezni. Vigyázni kell például, hogyha bemutatás van a napnál, a gyerekek szaladgálnak, akkor leverik esetleg, vagy a húzat leverik, tehát jól kell rögzíteni. Szél fúj, mi észlelünk, mindig nézzük meg, hogy fönn van a napészlelő szűrő. Sokszor van úgy, hogy a távcsőnek van egy nagy galéria a napészlelő, és ami árnyékot vet, hogy ne süsse a fejünket, főleg nyáron. Meg kell nézni, hogy a másik oldalon ott van a szűrő. Tehát napnál nagyon óvatosnak kell lenni. Van a Herschel prizma, ami hőt vezet oldalt el, és itt jön be a fény, és itt lehet okulárral vagy fotografikusan nézni, a hő itt jön, vagy elvezetni, és nem kell odaállni, tehát ott nagyon meleg van. Ez is veszélyes, de segít a megfigyelésbe, de nem annyira veszélyes, mint a közvetlen néznénk, legfeljebb a bőrünkön érezzük, de akkor észreveszünk, tehát az még mindig jó, mint hogyha a szemünk jelezni. Ez egy kifejezetten naptávcső, ez teljesen biztonságos. A Coronado cég personál teleszkópja, ez is Magyarországon kapható. Ez egy
szabványos okuláról belenézve, vagy egy fotografikus eszköztől téve lapot meg lehet figyelni. A félérték szélesség változtatásával a nap különböző rétegei jönnek elő, az a trükkje ennek az egésznek. Nem a zöldre, mint a emberi szemre alkalmazott tárcsák van kiegyezve az objektív optikailag, hanem a hidrogén alfa környékére például, és vagy más tárcsi típustól függően akár más hullámhoz környékére, és a napnak a különböző rétegeit lehet megfigyelni. Ha túl kicsi ez a tárcs, amit hozzá neked egy elég kis tárcsa, 4, nem éri az 5 centit, szerintem az objektív átméri, akkor ezt le kell venni a tárcsát róla, és egy adapterrel egy másik tárcsát hozzá, tehát egy nagyon jó orosz optikai elrendezés, egy refraktor, 7,5 centis tárcső, erre lehet rátenni például, hogy akármilyen nagy tárcső, 10 centinél nagyobbat általában nem szoktak használni a napra amatőr vonatkozásban. Hozzá lehet tenni ezt a tárcsát, és lehet észrevenni a nap részleteit, felszín részleteit, lehet szűrőket alkalmazni. Igen. Lehet szűrőket alkalmazni még a napra. Szintén balesetvédelmi figyelmeztetés. Ezek a szűrők nem helyettesíthetik az energiacsökkentő szűrőket. Tehát ezek nem olyan szűrők, hogy a napfényét lecsökkentik, az erős fényt, hanem csupán bizonyos felszínrészeket emelnek ki. Feltételezzük, hogy az energiacsökkentő szűrő ott van a tárcsó orrán, a tubuson végén. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a szűrők nem csökkentik a fényt, hanem egyszerűen csak kiemelik a kontrasztot, a különböző hullámtartományokban, például a kalcium K-szűrő, vagy a kontinuumban alkalmazott szűrő a napfoltok részleteit, a fáklyamezőket, illetve a granulációt, a napfoltok szerkezetét emelik ki. De mindig kell a biztonsági szűrő a tárcsi órára. Hogy mi lesz a nappal, a nap következő aktivitási ciklusában, amivel benne vagyunk, a 24-es ciklus, nagyon nehezen akar beindulni. Mindig van két hetente, három hetente egy-egy foltcsoport, ami egy-két napig, vagy folt, egy-két napig látszik, nagyon soványak, és utána eltűnnek. A legkövérebb, ami volt az elmúlt időszakban, október 28-i felvétel, ez egy szép nagy, ez valóban egy nagy napfoltcsoport volt az új ciklusban, de azóta megint nincs, hetek óta, hónapok óta jelentős észrevető. Mindig akar valami keletkezni, látszik ott a előjelei látszanak a felszínen, különböző hullámtartományban, igazából nem akarnak meghízni nagy foltokká vagy foltcsoportát. Ez a legutóbbi, legkövérebb foltcsoport, ami látszott. Na most tehát a nap is egy ilyen tipikus városi csillagászati megfigyelési terület, jobb hiány, tehát az mindig kéznél van, hogyha derült van. Na most, tudományos szempontból nagyon jelentős megfigyelési terület, akár városból is, a bolygók felszínén, főleg a Jupiter, Szaturnus, Vénusz felszínén, illetve a légkörükben becsapódási nyomok keresése. Emlékezzünk rá, hogy annak idején, 1994-ben, amikor a Shoemaker-Levy üstökösnek a gyöngysora darabjai behullottak a Jupiter légkörébe, milyen szép nagy nyomokat hagytak. Hát a becsapódásoknak természetesen azok tanulmányozása igen fontos, életbevágó jelentőségű, megállapítani, milyen gyakorisággal történnek ezek a mai naprendszerben, milyen hatásuk van, hogy lehet ezeket kivédeni, ezekkel kapcsolatban számtalan cikk, meg sci-fi, meg tudományos műsor is foglalkozik a médiában, különböző helyeken, interneten és így tovább. El lehet elmérkedni arról, hogy hogyan lehet ilyet megfigyelni, egy ilyen objektumot, amikor messze van, és előre jelezni, hogy az most becsapódik-e vagy nem. Tehát jelentős az ütközések. Ma is előfordulnak a naprendszerben, de nem olyan jelentős mennyiségben, mint annak idén milliárd évekkel ezelőtt a naprendszer kialakulásakor, de azért még a mi életünkben sikerült egy ilyen rendkívül eseményt megfigyelni a Jupiteren. Úgyhogy ezeknek az amatőr csillagászati megfigyelése nagyon fontos, ilyen nyomoknak a keresése, mert sok kis égítés vonz a Jupiter, ez egy nagyon nagy tömegű objektum, oda vonzza magához, szétszedi árapály erejével, és előbb-utóbb belecsapódnak, vagy egyszerűen direktbe belecsapódnak. A legkülönbözőbb méretűek ezek, hát az üstökös darabjai, amelyek behullottak annak idején, azok átmérőben 2-3 kilométer, legfeljebb 4 kilométeresek voltak. Ez a gyöngysor a Shoemaker nevű üstökösnek a szétszedett
jönsor, amelyet a Jupiter árapály hatása 92-ben szétszedett, és ezek a darabjai behullottak. Na most kérdés, hogy később is történik-e ilyesmi, vagy visszamenőleg archív megfigyelések átböngészésével találunk-e ilyen nyomokat. Most az amatőr csillagászoknak a konkrét feladata, illetve lehetőség, hogy a Jupitert figyelni, vagy a Szaturnot, vagy éppen a Vénuszt. Vénusz, az is a naprendszer belső terében keringenek szintén kis égitestek, üstökös darabok, meg kisbolygók, de elsősorban kisbolygók. A nagyon kis üstökös darabok már nem élik túl a Föld távolságán belül a napközelséget, azok eltűnnek szét, morzsolódnak, metonraj válik belőlük. De kisbolygók azok lehetnek, amelyek akár a Vénuszba is becsapódhatnak, vagy távol a Jupiterbe, Szaturnusba. Ezeknek a megfigyelése nagyon fontos amatőr csillagászi szempontból. Itt láthatom még egy kép 94-ből a darabok. Ezek akár amatőr csillagászi távcsillagon is megfigyelhetők voltak, és később is követhetők voltak. De utólag is meg lehet figyelni ilyeneket, és ez nagyon fontos lenne. Utazzunk el térben és időben, jöjjünk vissza a mába, a déli féltekére, Ausztráliába, Új-Dél-Wales tartományba, Murrumbateman kisváros vagy falu közelébe, vagy éppen belsejébe, mert ott érdekes és fontos esemény történt 2009. július 19-én. Milyen érdekes? Az Apollo holdra szállások napjainak évfordulós eseményei közé. Tehát 40 évvel ezelőtt ért el az ember a holdat, szállt le a holdra, tette meg első lépését, és valamiféle a világűrben valami ünneplés is történt, vagy nagyon érdekes események történhettek, mert ezekben a napokban fontos megfigyelések történtek itt Canberrától észak-nyugatra, néhányszor 10 kilométerre, 60-70 kilométerre ebben a kisvárosban. Egy amatőr csillagász, Anthony Wesley, egy tekintélyes méretű teleszkópot épített, nemrég készült el vele. Ez egy kétféle méret is van megadva, de mindenféleképp 36 és 40 centi közötti tükör átmérője van ennek a teleszkópnak. Ez látható, ez egy ilyen kis kerítés, sufni vagy fészer. Feketére is van festve belülről, és itt az árnyéka a másiknak. Szerintem, bár részletkérdés, de Ausztráliában az lehet, hogy nagyon fontos, hogy hát ha szél van, nem tudom pontosan miért kellett elkeríteni így, vagy a fényektől kerítette el? Nem, mert hát annyira nem nagy város, 1700 lakosú valami kis falu inkább. Ja, ottani életekben egy város vidéken nem nagyon vannak városok, arra tekintsük városnak, ez maradt város. Vagy a fényszennyezés ellen, vagy a szél ellen, de minden esetre a horizontban nem lát ki. Tehát alacsonyan nem tud észlelni. Valami oka lehetett neki, hogy kell egy ilyen kerintés, ez nincs leírva, csak találgatok. Én az ottani állatvilágra gondolok. A kenguruk, hogyha jönnek, akkor hogyha háló van, akkor azt vagy nem látják, akkor neki mennek. Vagy hogyha hálós kerítés van, akkor fölmásznak. De szerintem a másik... Hogy kígyók vannak. És nem olyan túl hosszúak, hogy föl tudjon feszíteni magát ide. Egyszerűen nem tud fölmászni, hogyha ilyen függőleges kerítésbe ütközik. Ágra föl tud menni, de kerítésre nem. Tehát vagy a szél ellen, esetleg por ellen, hogyha valami homokvihar van, védi, vagy a sötét miatt, hogy mélyeget akar nézni, és hogy ne legyenek fények oldalt, vagy ezért, vagy az állat, egyszerűen az állatok ellen, vagy dingók, nem tudom. Bár lehet, hogy nem félnek, mert ez a település közelében van, tehát kenguruk talán nem. Nem tudom eltalálni, miért ez a fekete kerítés, de minden esetre nem lát ki a horizont felé, nagyon alacsonyra, de a mélyegeket tudja nézni, esetleg, hogyha magasan vannak a bolygók, az hozzá tud férni. És felfedett valami nagyon fontosat. Ezzel a tápcsővel, éppen július 19-én ebben az évben egy kis foltot itt a Jupiter pólusa közelében. Ez három dimenziósban itt van. Július 19-én fedezte ezt föl, és készítette ezt a képet. De nagyon fontos, egy becsapódási nyom. Ez nem a Jupiter légkörének a jelensége, vagy valami, hanem nagyon hasonló, amit a Shoemaker-Levy üstökös darabjai mutattak annak idején. Itt látható az eredeti első napon készült megfigyelés méretezése. Ez széthúzódott néhány nap múlva, augusztus. A vikántában két hét múlva. Szépen széthúzódott. Én is láttam egy 20 centis távcsővel vizuálisan, innen Budapestről, lehet ezt szépen látni, csak mindig tudni kell, mikor jött elő.
Nem volt távol a vörös volt, nagy vörös volt, olyan 2 óra időkülönbség volt, 2-2,5 óra, akkor jött a vörös, és akkor vörös volt is jött, és az is érdekes volt, hát nem egy olyan, most ebben az évben valahogy nem volt olyan erős. 73-ban láttam annak ide, vörös voltat erősnek, akkor nagyon erős volt, a 70-es években. Meg kell nézni az albireót, meg a meteor leírásokat, a bolygó leírásokat, ott van a Jupiter állapota. Arról az idő. Tehát az amatőrök ebben a tekintetben nagyon fontos tudományos munkát tudnak végezni, hogy felfedeznek, keresnek ilyen foltokat, hanem már CCD-vel, meg webkamerával lehet fényképezni a bolygókat, érdemes nézni. Van egy ilyen sorozatfelvételből elkészített animáció, ez Ausztrália, szintén egy ausztrál amatőr készítette, 75 perc időtartamon keresztül, amikor ez a fekete kis becsapódási nyom látszódott. Hát mindig utólag tudjuk ezeket általában felfedezni, tehát magát nem úgy, mint a Shoemaker levél esetén, hogy már láttuk a gyöngysort kint a világűrbe, tehát a égbolton le lehetett fényképezni, és kiszámították, hogy mikor fog becsapódni. Azt előre lehetett jósolni, előre lehetett látni, de ezt nem láttuk előre, tehát mindesen a nyomoknak a keresése az információ arról, mi, honnan és hogyan csapódott bele. Berente Péla, magyar amatőr csillagász lefényképezte, biztosan lefényképezte ezt a becsapódást 27-én, július 27-én egy Yolo típusú távcsővel, kétszeres barló, egy apokromatikus, kvázi apokromatikus barlóval, és készített egy ilyen szép felvételt. Ez a távcső, ez nagyon érdekes távcső. Időnként előkerül, de nem tudjuk, hogy mi a neve, de hogy honnan ered a neve, de arról van szó, hogy Yolo County, ez egy kaliforniai megye, ott volt egy Arthur Leonard nevű amatőr csillagász, aki kifejlesztett ilyen távcsövet. Oldalt jön benne a fény, és oldalt kell belenézni, itt oldalt. Oldalt jön benne a fény, és különböző megoldásai vannak, van, amikor párhuzamosan, csak egy párhuzamos eltolás van, van, amikor ferdén kell belenézni, meg is lehet nézni a weboldalon, a MCL weboldalán volt egy interjú, Berenten Béla a tükörcsiszoló, tagjaink, barátaink, 2008. 7.21. tehát archívumban megvan az MCL honlapján leírás, ez a 21 cm-es jó, ferdetükrös távcső, és a Meteorban van a optikai leírás ennek, illetve az Optika magazinban is megjelent ennek a távcsőnek az elvének leírás, illetve más példák is be vannak mutatva. Itt van már egy 25 centis tükröt készített, és ezzel készült ez a Jupiter fotó, erre a fotóra, illetve a Marson is készített egy szép felvételt még 2008-ban. Három ilyen távcsőt épített, előtte 16, 23 centis, 21 centis, illetve a 25 centis távcsövet. És aki kitalálta ezt a távcsövet, már nem él, nem, nincsen adat róla, én nem találtam, csak a halálozási évszáma. Ez a kaliforniai amatőr bácsi, aki Arthur Leonard, és ő építette az első ilyen típusú távcsövet. Ez a Yolo, tehát a Yolo az egy kaliforniai megyét jelent valójában, és onnan kapta a távcső nevét. 1979-ben konstruált egy 15 centis távcsövet. Tovább folytatva a Jupiter becsapódását, miután az amatőrök felfedezték, nagy teleszkópok is ráálltak. Tehát ez sokszor van így, szétesik egy üstök, és amatőrök megfigyelték, utána a Hubble teleszkóp rááll. Ez nem előre tervezhető, tehát mindig akkor rendkívüli távcsődő van a nagy műszerekre. Tehát ez a Hubble űrtávcső felvétel sorozata, illetve a felfedezési fotó. A Hubble megfigyelése idején 4 nappal utána, a felfedezés után már egy kicsit elhúzódottnak látszik a részek felvételeken, hogy a Jupiter légköre húzza szét és tüpeti el a becsapódás nyomokat. Végül a Keck teleszkóp a Mauna Kea-n is megfigyelte. Kicsit, a Mauna Kea már olyan magasban van, hogy a földi légköri zavarok nincsenek, és infravörösben is lehet látni, és infravörös felvételek is készültek. Itt pedig ez szintén egy animáció, de úgy, hogy a jó hold és annak árnyéka is látható Jupiteren, és egyidejűleg a kis folt a becsapódási nyom itt a pólus környékén. Tehát ez is amatőr felvétel, egy 8 hüvelykes, vagy 20 centis távcsővel, Newton távcsővel készült, tehát itt a lehetőség, a városból is lehet figyelni a Jupitert. Volt egy becsapódás a Vénuszon szintén, ugyanaz nap, Vénuszon történt valami, illetve a felfedezés napja, hogy előtte nyilván történt valami, nem tudjuk mikor, de akkor ismerte fel a Venus Express, illetve amatőr csillagászok, hogy ott van egy nagy fehér
sáv vagy folt a Vénusz felszínén. Vénusz Express, ez a űrszonda a Vénusz körül. Ez egy amatőr csillagászati felvétel, július 19-én. Itt látható különböző megfigyelők által, egy fehér folt itt a pólus környékén. Vajon mi lehet ez? Ott is becsapódás történt. Itt látható még, hogy nem csak ebben az évben, 2007-ben is volt ilyen fehér folt, vagy nagyon fényes volt a Vénusz légkörében, a Vénusz Express által. Mindig a legizgalmasabb éjszakkor. Mindig mellé kell. Kicsit már. Igen, az USB, a kicsit lassabb, keleténél. Ne oda se neki. Vissza sétálunk, mert nem jön messze. Igen, mondjuk a... Itt folytunk, és akkor... Kinyitom egy kicsit az ajtót, az Attila mondta, hogy csukjuk be, de én kinyitom, mert... Ha hideg lesz, becsukjuk. Tehát, déli pólus vidéken. Igen. Valójában... így legalább legelőzés van. Tehát, kis égítés csapódott be ezekben az időszakokban, 2007-ben, 2009-ben? Vulkáni tevékenység nyomait látjuk a légkörbe följönni a felszínről? Vagy légköri mozgások légörvényről van szó? Ez utóbbi tartják valószínűnek. Itt van egy felvétel a Vénusz légköri örvényről, ami a déli pólus környékén volt, és párhuzamosan mellé montázsolva, nem tudom, hogy ezen nem jól látszik. Gépen jobban látszik. Szóval valami felbontás és kontraszt mindig kergetik egymást, ilyen fordított arányszerűen. A képernyőn és a kis képernyőn. Arról szól, részecskék összeállnak, és ezeknek a fényvisszaverő képessége más, fényesebbek lesznek, és itt ezekben a légörvényekben keletkeznek ezek, vagy történik meg az összeállás, és ez okozza, hogy fényes foltokat látunk. De ez nem zárja ki azt, hogy nem történik a Vénuszra is becsapódás, és a légkörben nem marad nyoma. Tehát amatőr csillagászoknak lehetősége van a Vénusz kedvező állásakor, akár a hajnali, akár az esti égbolton, amikor több órán keresztül is látszik, legalább egy fél órát rászánni, fotózni, vizuálisan nézni, jó távcsövekkel, persze jó okulárokkal, jó minőségű, mert az optika minőség azért nagyon fontos. És akkor... akkor hát, ha lehet találni valódi becsapódási nyomokat is a Vénuszon. Hogy milyen eszközök segítenek a Vénusz megfigyelésében, szintén a Bader planetárium által készített ultraibolya szűrő, amely elsősorban nagyobb távcsövekre ajánlott, olyan 20 centis és annál nagyobbakra. Hát 15 centisre is meg lehet próbálni, elég fényes a Vénusz. Több másodpercig kell exponálni. Emberi szem számára nem alkalmas ezzel megfigyelni, nem vizuális megfigyelésre gyártották, hanem digitális fotózásra vagy egyéb eszközökkel, képrögzítésre. Ez egy ilyen kis szűrő van, két hüvelykes változata, nagyobb távcsövekhez meg az 1,25-ös változata, és ezek standard méretek, szűrő méretek, szűrő menetekkel felcsavarozhatók, és lehet látni a... láthatóvá válnak a Vénusznak a felhőjének részletei ezáltal. Persze ki lehet próbálni más bolygókra is, mert a Holdra is, én a Holdra egyszer kipróbáltam. Holdra is sokat kell exponálni. 20 centis távcsövet. Vénuszra is kell sokat exponálni, tehát óragépes távcső az feltétel. Tehát... anélkül nem lehet. De nagyon fontos szűrő, mert ezzel itt lehetett látni az amatőr felvételek között. Itt ultraibolya szűrőt is alkalmaztak, tehát az elterjedt, az ismerik az amatőrök, szerintem egy ördöngös dolog. Utána kell járni, és rá kell fordítani az időt a megfigyelésekre. A Holdra térünk rá. Ebben az évben jelent meg Ponori Török Aurél tollából az Ég királynője című könyv, amely a Holdról alapvető ismereteket tartalmaz. Mindenkinek javaslom a beszerzését, főleg itt karácsony tájékán aktuális is, mert nagyon érdekes könyv, és ezek... és hozzájárul a Holdnak a tanulmányozásához, illetve az ismereteink elmélyítéséhez. A Hold megfigyeléséről térünk rá, szűrőkkel is lehet észlelni a Holdat. Jó felbontású
felvételeket készít, lehet készíteni akár egy 10 cm-es távcsővel is, a már említett szűrőváltó segítségével. A világon persze nagy távcsővekkel rendelkező amatőr obszervatóriumok is vannak, vagy maszek amatőrök, magánobszervatóriumok. Ez egy Normandia mellett levő obszervatórium, egy 60 centis távcsővel, 24 hüvelykes. Philips Tucan webkamerát használtak annak idején, most már más CCD-k vannak, modernek is vannak, azt használnak, és itt ilyen részletes felvételeket lehet készíteni holdról. És nagyon sok felvételt publikáltak ezzel a távcsővel. A kínaiak Hongkongban nagyon ráálltak a hold megfigyelésére, az ami nagyon érdekes objektum lehet, lehet látni, tipikus városi csillagászat, vagy van nagy terasz, és akkor lehet nagy műszert kitenni, vagy nincs nagy terasz, akkor egy közepes műszert lehet kitenni, vagy egy egész kis kompakt, szinte maxutó vagy riszcsikrét ilyen kompaktságú távcsövet lehet kitenni, és részletes felvételeket készítettek ezek a holdról, ezek nagy nevek a hold amatőr fotózásában, arról a kontinens részről, arról a világ részről, és egyszerűen egy Newton távcső is. Nagyon alkalmas. A világ legnagyobb találmánya szinte az amatőr csillagászatban a Newton távcső. Egyszerű optikai elrendezés, nem lehet elrontani. És nagyon jó felbontású felvétel, nincs nagy kitakarása, tehát a felbontási kontraszt megmarad. A hátránya, hogy jó hosszú, meg a betekintés mindig a objektumtól függ, hogy merre. Tehát nem túl kényelmes, de nagy, optikailag nagy találmány, nagyon egyszerű és nagyon nagy találmány, nagyon alkalmas és olcsó. Nagyon olcsó. Nekünk is vannak nagy távcsöveink amatőr használatban. A hegyháti csillagvizsgáló, hegyhátsálon, a hegyháti csillagvizsgáló alapítvány, Horváth Tibor és Tuboly Vince, a, tulajdonképpen akik létrehozták ezt és szolgálmazták az obszervatóriumot, és észleltek is holdat vele. A 50 centis távcsővel készített hold felvétel. Újra köszönetet szeretnék mondani Horváth Tibornak, aki elkészítette ezt a felvételt. Annak idején épp a holdészlelők találkozóért két nappal, tekintetlen a holdészlelők találkozó közelségére, hogy be lehessen mutatni, egy 50 centis távcsővel is lehet szépen nálunk észlelni a holdat. Ezek fókuszfelvétel, különösebb fókuszgyújtás, vagy egyéb trükk nincs benne, direkt be így rá se fér egy felvételre. Egy látómezőbe, úgyhogy itt lehet látni az 50 centis távcsővel készült holdat. Itt pedig egy sorozat felvételt láttunk, a Mare Nectaris vidékéről a Phantom kráterekre ráközelítünk. Ladányi Tamás astrofotó sorozata ezekkel a műszerekkel készült. A fő műszer a 80x1200 mm Zeiss lencsés távcső. Egy Zeiss távcső az mindig jó távcső. Az márka. Binokulárban is, meg lencsés távcsőben is. Meg okulárokban is, kiegészítőkben is. De már nem gyártott Zeiss csillagászati alkatrészeket, csak műszerek, laboratóriumi műszereket. A régi Zeiss műszerek azok. Azoknak nincs párja. Jó. Kocsis Antal, a Magyar Csillagászati Egyesület holdészlelő szakcsoportjának a vezetője készítette ezt a felvételt a Hédervári kráter és a déli pólus környékéről. Itt a Kabeus kráterbe csapódott be az Elkosznak a becsapódó egysége októberben a holdi víz kutatása a céljából, és Antalnak nagyon szép, hosszú és részletes cikke van a Meteorban, a hold déli pólus vidékéről térképekkel illusztrálva, hogy hol lehet felkeresni, megtalálni ezeket az alakzatokat. Más felvételekkel is foglalkozik, a repülők és egyéb szerkezetek hold előtti elrepülését szokta mostanában fotózni, illetve a nemzetközi űrállomásról is nagyobb távcsővel, hát az egy olyan 24,5 centis távcső. Szoktak felvételeket készíteni. Valami nagyon érdekes téma amatőr csillagász szempontból, városból is akár, erkélyről, teraszról, utcáról, térről, együttállások fotózása, de a Vénusz, Hold, Jupiter és a Merkur együttállását lehet látni. Persze jó időben. És hogy le lehessen látni egész a horizontig, ez nem nyilvánvaló. De vidékre ezt meg lehet tenni. De városból is meg lehet kísérelni, meg kell keresni, azok a tejeket vannak. Megfigyelés a városban, már említettük a Polaris csillagvizsgáló lehetőségeit. Nagyon szép rajzokat lehet készíteni már egy kis távcsővel is, de különösen itt a 20 centis Polaris távcsővel, Kárpáti Ádám rajza, ami meg is jelent a Meteorban,
június 29-én készült egy nagyon érdekes kráter, a Stivorius kráterről. Itt lehet majd látni az előadás után különböző rajztechnikákat, Görgei Zoltán és Kárpáti által készített rajzokat a holdkráterekről, itt a Stiboriusról, és itt a Nasvit kráter és a barátja. Különböző negatív és pozitív technikákkal, nagyon hálás téma. Szép rajzokat is lehet készíteni. Tudományos jelentősége abban áll, hogy rögzítjük az akkori látványt, és mint archívum később visszakereshetők, hogy volt ott-e valami érdekes jelenség. Ez régi technika, azt csinálják az amatőrök. Ha nincs kéznél fotóapparátus, de ha van kéznél, akkor kettő együtt, egymás kiegészítés nagyon fontos. Itt látható egy megszervezett észlelés a Holdról, Hold észlelés, egy kis Skywatcher 102.300-as Maksutov kasszegvén távcsővel, szűrőváltó is van rajta, kereső távcső, meg egy Amici prizma és oldalhelyes betekintést tesz lehetővé. Binokulárok is szükségesek, mert ezzel lehet keresni a halvány objektumokat. Neptunus megtaláltuk akkor, ugye meg lehetett látni Neptunus, változó csillagokat fel lehetett keresni a városi égről, annak ellenére, hogy városi szennyezett égbolt volt. Ez a távcső, itt látott a szűrőváltó, szűrőkkel benne és egy lyuk, tehát a direktbe megfigyelni, szűrő nélküli megfigyelésekre, és itt egy Amici prizma, ami oldalhelyes betekintést tesz lehetővé, és bármilyen okulárt, szabvány okulárt ide be lehet tenni, és lehet észlelni. Ez egy azimutális szerelés, nagyon érdekes, nagyon egyszerű, 45 fokig használható, tehát már kezd átbukni, tehát nem túl jó, nagy magasságú zenit közelébe való észlelésekhez, de azért a Hold az nem megy mindig olyan magasra, lehet észlelni, finom mozgásos és egyszerű fotóállványra rá lehet tenni az egészet. Itt látható a binokuláris észlelés, a Neptunus keresése, akkor már fenn volt, szeptemberben történt az észlelés, változó csillagok megfigyelése, majd rátértünk a Hold megfigyelésére, előtte persze néhány képet a csillagászatban javasolt binokulárokról. Ezek a budapesti társaságcentrumban, a Maksutov cégnél, és máshol beszerezhetők. Tehát célszerű olyan helyeken vásárolni csillagászati alkatrészeket és távcsöveket, ahol kifejezetten ezeket árusítják, szakértők adják. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy áruházban jót ki lehet fogni. Tehát ahol az áruház végződik, ott kezdődik ez. Tehát Zeiss, Swarovski, Leica, Busiel, BTC, Lacert, ez mind. Tehát itt ezek nem kaphatók, csak a BTC Lacerta és a Vixen és egyébként. Meg kell nézni a honlapon, ezek rajta vannak. Ezek nagyon jó binokulárok. Nem is drágák. Itt a Hold, akkor a ilyen fázisban volt utolsó negyed felé közeledve. Nagyon fontosak az okulárok. Az okulárunk a távcsőnk fele. Tehát egy jó minőség okulár kell. Nem. Gyűjtsünk rá inkább, és egy kicsit jobb minőségűt, sok bevonattal rendelkezőt. Teljesen nagyon jók az ortoszkópikus okulárok. Ezek ugyanaz a okulár típus három néven, japán okulárok ezek, ilyen fókusszal, akár mély objektumra is nagyon jók, képszélig korrigáltak, hosszú fókuszakkal lehet mélyeget is nézni, úgyhogy nem kell városégen, nem kell a túl nagy látómezze meg a fényeseget behozni. Ezek nagyon jók, nagy nagyításra lehet nyugodtan városba mélyeget nézni. Nem feltétlenül fényeres távcsőkkel. A holdrajzolása itt történik, úgyhogy nyugodtan lehet irányítani, nem kell óragép se, azimutális szerelés, ultrakönnyű teleszkóp, egy fotóállvány. Fémállvány, nem műanyagállvány, fémállvány. Ez is itt a budapesti társaságban, és minden olyan helyen, Maksutov, bárhol beszerezhető. Tehát nem commerce fotó optikai boltokban, hanem a távcsöveket árusító, amatőr távcsöveket árusító boltokban kell. Ott célszerű, mert különben csalódni fogunk esetleg. Tehát itt a holdrajzolása két különböző aspektusban, két különböző észlelő végzi a megfigyelést. Megfelelő lámpa kell, vörös szűrő lehetősége az éjszakai volt. Tehát ugye a szem az adaptálódik az éjszakai volt, aztán vörös az nem zavarja annyira. Tehát itt Budapesten van annyi fény, háttérfény, nem kell lámpa se. Itt a Stivorius kráter, Görgei Zoltán rajza. Ez pedig a Lunar Orbiter 4 felvétele. Látható, hogy azért a rajz szépen visszaadja ezeket a megfigyelési körülményeket. Látható, hogy egy másodlagos kráter, ebbe ült bele egy fiatalabb kráter, ez is elég öreg persze.
árnyék viszonyokat vissza lehet tenni. Onnan került a fókuszba ez, hogy én vizuálisan néztem egy nagyobb távcsőt, és megvilágította a nap, a felkelő nap a belsét, egy ilyen csúcsokat, mint egy gyöngysort. És utána érdemes volt ráállni, és végigészteltük. Másik aspektusból Kárpáti Ádám rajza, itt látható a grafikai impresszió, hogy milyen főbb vonalai vannak egy ilyen kráternek. A hold észlelésre szűrőket is lehet használni, kontraszterősítő szűrőket, egy fekete-fehér, sima fekete-fehér direkt fókuszú kép, és zöld szűrővel készült kép. Sárga és vörös, ez Bader infravörös szűrővel készült kép, ez vizuális nem jó, ezt a digitális kamera viszont szépen leképzi. Ez kiküszöböli a földi légkörnek a zavarait. Nagyon jó egy ilyen szűrő és kontraszterősítő is egyébként. Egymásra helyezett képek, zöld szűrővel, sárga szűrővel és vörös szűrővel. Egyszerű 10 cm Maxutov Kastegrén Skywatcher távcsővel, egy lencsés távcső, ugyanolyan jó minőségű lencsés távcső, ugyanolyan méretben még kontrasztosabb. Ez is elég kontrasztos, de nagyon jók a városi észlelésre, ezek a kis távcsőek teraszról, tetőkről lehet észlelni. Ez pedig a jövő megfigyelési lehetőségei decembertől kezdve, 2011. negyedében a Mars uralkodó bolygó a téli égbolton, majd jön a tavasz bolygója a Szaturnusz a tavasz égre, Jupiter jön a nyár második felébe, illetve lesz egy, ez egy éppen teljes holdfeledkező, egy részleges kis beleharapott holdfeledkező, a 7-8%-os legfeljebb, ez majd szilveszterkor, tehát ezek a közeljövőnek a fontosabb eseményei. A legközelebbi esemény most december 13-14-én a gyakorisági maximum Geminida meteorrajnak. Itt egy Geminida 2007-ből fényes meteorokat produkál, és itt arra térek rá, hogy észlelni városból is lehet a hold felszínére csapódó meteorokat egy jó gyors kamerával és távcsővel. A hold, új hold első negyed fázisa között, amikor még nagy sötét rész van, legalább fele sötét vagy még több, illetve hajnalégen a utolsó negyed és első és új hold között, amikor szintén nagyon sötét. 1953-ban ez az első dokumentált hold becsapódás. Fotografikusan Leon Stewart észlelte Oklahomában. Néhány technikai részletet szeretnék említeni, hogy lehet kamerával, egy jó fényerős kamerával, jó távcső, 20 centis körül távcsővel elkezdeni a hold monitorozását, meteorrajok idején, például a Geminidák idején, Leonidák idején, vagy éppen sporadikus meteorokat elfogni, amikor nincsen raj jelezve, de a hold kedvező pozícióban van, kedvező fázisban. Egy ilyen kis Celestron 925-es, nagyon jó minőségű. Ezt amerikai tervek alapján japánnak csinálják, ezt nem a másik nagy távol-keleti ország. Ez nagyon jó minőség, ez a legjobb Celestron szerintem, a 925-es. Optikailag ez egy nagyon jó. Úgyhogy megfelelő elektronikával, illetve szoftverrel felszerelt számítógéppel és detektorral lehet észlelni. Professzionálisan nézik ez a NASA keretében, kíváncsiak a becsapódási viszonyokra a Holdon, illetve a világűrben, itt a Föld körzetében, a meteorajok idején. Alabamában, Huntsville-ben, a NASA központ mellett van egy megfigyelő hely, ahol egy 35 cm-es méd távcsövet használnak a becsapódások keresésére. Itt egy ilyen becsapódás, fénylés, fénygörbét lehet felvenni, fotometriát lehet csinálni. Ez, milyen helyeken voltak a Leonidák becsapódási helyei a Holdon 2006-ban, Geminidák becsapódási helyi, és holdfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás idején 2008. február 21-én is észleltek becsapódást. Ő erre specializálódott, a NASA-nak a szakembere, aki még mellesleg amatőr csillagászati eszközökkel, egy ilyen távcsővel észleli, egy Celestron Newton távcső, 80-20 centivel a meteorokat, de jó elektronikával és kamerával. Itt van a becsapódás helye, az óceán Spatialárumnak a déli részén, és ez pedig a felvétel sorozatból összeállított képsorozat. Ez itt történt valahol a Oceanus Procellarum déli részén. És később egy másik alkalommal is sikerült megfigyelni ilyen becsapódásokat.
Na most a következő fontos esemény, december 31-én a részleges holdfolyókat, csak ennyit fog beleharapni a teljes árnyék a hold a déli részén. Hát aki már elkezdi annak idején a szilveszteri vendéglátás élvezetét, nem tudja eldönteni, hogy most túlságosan élvezte a vendéglátás, vagy pedig valami csillagászti jelenség van még akkor sem, ha olvasta a meteort, vagy hallotta a rádióba az előrejelzést, mert lehet, hogy akkor már elfelejtette. De az még nem lesz olyan későn, mert az esti órákban következik be, talán akkor még a vendéglátás hatásai nem érvényesülnek. Így tehát ez a részletes menete a holdfogyatkozásnak időben, hát az esti órákban fog megtörténni. Ez nagy a közepe, az valahol itt lesz, akkor még kellőben lesz a hold. Nálunk egy kicsit a dél-keletékben, de jön föl, mert magasan lesz a holdtölte, kelet. Igen, tehát itt lesz az a közepe, és akkor nálunk egy kicsit úgy azt jelenti, hogy dél-kelet felé fog látszani. Ez pedig az, hogy milyen csillagkép, a Gemini-ben fog megtörténni. Tehát jó magasan lesz a holdtölt. A téli holdtölt magasan következik be. Innen az északi féltekéről. A Mars. Az aktuális következő bolygó. Főleg januárban. Nem lesz olyan túl kedvező a földközelsége, mert afélium van, lesz a Mars. Itt látható, hogy amikor afélium van a Mars, itt van a földi téli napforduló, itt vagyunk most december környékén, itt lesz afélium van, és akkor így jön erre, tehát ezen a szakaszon. A naptól is, de az éjszakokat tekintve az úgy lesz, hogy amikor messze van a naptól, akkor az északi pólus bólint felénk, tehát és itt akkor a tavasz nyárban menő részen szakaszán látjuk a Marsot, tehát a déli pólus sapka az ugyan elfordul, de ott tél lesz. Tehát amennyiben lát tudunk látni, akkor látunk déli pólus sapkát, valamit, de elfordulunk egy kicsit. És az egész kis, nem lesz olyan túl nagy szögátmérő, mint amikor a nagy Mars közelségek, mondjuk a 2003-as vagy a 2005-ös nevezetes, emlékezetes nagy közelség idején. Tehát akkor, amikor messze van a naptól, akkor ez így fog látszani. Nagyon fontosak a bolygószűrők alkalmazása, szintén a Marsra. Ezek szintén olcsók és beszerezhetők, legkülönbözőbb cégektől, úgyhogy lehet válogatni, hogy milyen szűrőket alkalmazunk. Ez a kontrasztot emeli ki a Mars felszínén. A tavaszi ég volt aktualitása Saturnus, a városi csillagászat szempontjából különösen. Nagyon szép bolygó. És ez a tavaszi égbolt csillagképei között fog látszani. Itt látható, hogy érdemes megfigyelni, és nem túl nagyon lehet rálátni a gyűrűre, azt hiszem most az északi pólus felé lehet vagy jobban rálátni, még eléggé ehhez hasonló, vagy kicsi nyitottabb állapotában az nem sokkal, akkor a holdak jelenségeit lehet jól figyelni, a Titánnak a kilépését a korongról. És így tovább, tehát más helyzetben is meg lehet figyelni. Meg a gyűrű nem zavar, tehát akkor, hogyha itt van a hold közelben, akkor ezt lehet látni. Bármely más holdat, ami a tárcső határfényességében beleesik. Ez egy idei májusi felvétel, amikor még látszott a Szaturnusz, ez magyar amatőr felvétel, Pécs közeléből készült. Ez pedig egy másik animáció, hogy 2005-től... Akkor lehet, hogy az időket indítani kell. Ez pedig a ősz bolygója, vagy a nyár utó, nyár második felének a bolygója a Jupiter. Ez az Aquariusba megy át, szépen átsétál a Capricornusból, magból a vízöntő felé. Egyre magasabban fog látszani, és szintén, tehát emlékeztet a felhő sávjait, a légkörét figyelni kell, nincs a becsapódás nyom, ki tudja. Ahol van egy, ott lesz több is, tehát ez egy nagyon nagy tömegű bolygó, hogy hozza magához a kis égitesteket, tehát esély van rá, hogy egyszer még az életben láthatunk egy ilyet, ilyen nyomot, esetleg felfedezhetünk. Vannak ilyen új kamerák,
Ez egy vezető CCD kamera, de lehet akár hold vagy bolygó fotózásra is alkalmaz. Ezt kereskedelemben meg lehet találni őket, meg lehet vásárolni. Szintén a Jupiter. Lehet fotósorozatokat készíteni a GAN-nak, például a jónak a fogyatkozása, fedésre egymáshoz kölcsönös jelenségeiről. Ez 2008-ban készült felvétel. Szintén ez az amatőr Anthony Wesley készített a Murrumbateman-ban Ausztráliában, aki a Jupiternek a foltját, azt a becsapódási foltot felfedezte. Hát elég jó tápsüvei vannak hozzá, jó is az idő. 34 fokos déli szélesség, de az elkezdik a magasabban, van főleg a déli rész Jupiter akkor kedvező volt. Szintén Ganymédesz és Európa fedés. Ezeket mind amatőrök csinálták, tehát ezt lehet követni. Szintén. Ez Fülöp-szigetekről egy Fülöp-szigeti amatőr készítette, úgyhogy hát, ez így is meg lehet próbálni. Tehát itt szépen átsétált idénről, jövőre az Aquariusba, mindig szinte egy állatőri csillagképet évenként. Átsétál a Jupiter. A Magyar Csillagászati Egyesület hírportáljára, illetve főoldalára szeretném felhívni a figyelmet, ahol az égi jelenségek, égi kalendárium minden hónapban rajta van, hiszen minden nap aktuálisan az égbolt jelenségei. Ez ivóvíz. A Jupiter átsétál a magból a vízöntő felé, tehát a teliholdnak a hold fázisa, a hold pozíciója látható. Ez minden nap van. Szinte órára. Esti órákra vonatkozóan fel van tüntetve ezen a honlapon. A Meteor folyóirata alapvető, amely tartalmazza megfigyeléseket, a megfigyelési lehetőséget és megfigyelési módszereket, és egyéb érdekes csillagászati híreket és cikkeket. Az amatőr csillagászati kézikönyvet már említettem, ez szintén alapmű, illetve fontos a csillagászati évkönyv. Összefoglalólag lehet tudományos céllal is észlelni, akár a városból is, a nagybolygók, bizonyos nagybolygók felületét monitorozni, nincsen becsapódási nyom, vagy valami érdekes légköri jelenség, meteorokat figyelni, változó csillagászati megfigyeléseket végezni. Nem kifejezetten tudományos céllal, de lehet szép felvételeket készíteni, és gyönyörködni az égitestnek esztétikájában. Nevezetes együttállások, fedések, például a Fias-tyúk fedése volt júliusban hold által, vagy a különböző légköri jelenségeket, esetleg sarki fényeket lehet látni. Polaris csillagvizsgálat különösen alkalmas, észak felé nyitott. 2003-ban nagy ősszel nagy sarki fények voltak, amelyek a mi földrajzi szélességünkben is láthatók voltak. Akik és amely cégek vagy intézmények adatait, képeit felhasználtam, illetve segítettek. Különös tekintettel Kocsis Antalra, Görgei Zoltánra, Kárpáti Ádámra és Ladányi Tamásra, akik nagyon sok képet küldtek a megfigyeléseikből, rajzokat, illetve fotókat. Illetve hát azok, akik más intézmények, akiknek az adatait felhasználtam. Fel szeretném hívni a figyelmet, a emlékeztetni a szilveszteri korfogyatkozásra. Akár hanyat fekve is lehet észlelni. De nem tudom, hogy akkor derült lesz-e, illetve lesz-e hó, de minden esetre nagyon látványos. Derült egekben és fényes üstökben is gazdag, boldog új évet kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet! Zoltán taktársunk be fogja mutatni, illetve kérdéseket lehet feltenni hozzá a
hold rajzolásával és megjelésével kapcsolatban. Ez nem stimmel, mert ez karácsonyi, ez pedig szilveszteri. Ez egészen kedvem miatt észlelni, meghoztad a kedve az észleléshez. Nekem lenne egy kommentárom, mielőtt felteszem a kérdést, hogy akar-e valaki kérdezősködni. Hidervári Péternek volt az a kis kupolája az. Igen. Eredetileg az homokozó volt, ilyen kör alakú homokozó, és aztán az életkör alakú a csillagvizsgáló, és ráépült. Na, ugye ha ezek... homokozó négyszögletes lett volna, akkor négyszögletes. Akkor négyszögletes kupola, igen. Tehát ugye a társasház volt, aztán igen. Megöregedtek a gyerekek, és már nem akartak homokozni. Ja, igen, és így. Akkor most ez, ezt ő maga mondta nekem. Milyen állapotban van, létezik-e, kinek a tulajdona, és... Hát ez egy jó kérdés, hogy kinek a tulajdona. Létezik, azt a hédervári emléktávolavaton láthattuk, egészen jó állapotban van ahhoz képest, hogy hát már Péter már 84-ben elhunyt, ugye, úgyhogy azért egy elég szép. Ja, a betonkoszorú ment le, tehát lement a betonkoszorúra. Igen, most igen. Én úgy tudom, hogy csak tárolónak használják. Most a Neumann Balázs taktársunk pont ott lakik, abban a háztömbben, és be akart menni, és talán beszélt is valakivel, és tárolónak használják az egészet, tehát tele van pakolva mindenféle. Lomokkal. Lehet, hogy még a hólapát például. Én nem tudom, hogy ki. Igen, nem tudom, hogy ki használja. Lehet, hogy a társaság. Nem tudom. Hát így kívülről a kupola viszonylag jó állapotban van, meg maga a téglaburkolott is. És még van a távcsövek ott a teraszon? Valaki nincs, olyan lett, nincs aki? Már, nincs már. Olyan élet, aki? Ugye nem igazán tudom a távcsövek sorsát. Oh. Ugye ilyenkor, amikor valaki meghal amatőrként, akkor utána szét szokott széledni, vagy hát nem törődnek vele. Időben résen kell lenni. Úgyhogy egy része, nagy része a műszereknek a Göncöltársasághoz került. Volt olyan távcső, amit még életében eladott a kaposvári csillagvizsgálóba, egy ilyen 20 centis kaszegényszerű műszer. Azt még használtam is, de ebben igazából én nem vagyok ebben kompetens. Jó nagy lencsés társaság voltak, a 15 centis. Igen, igen, hát irigykedtünk is. Nem tudom, van-e kérdezés. Hát akkor csak annyit szeretnénk még Jingle-ben elmondani, hogy a interneten bennünket figyelők gondoljanak az MCE költségvetésére is, mert itt fűteni kell, bérleti díjat kell fizetni, és hogy legyenek szívesek tagdíjat fizetni, mert különben elmarad az adás. Udvarias mosoly a jelenlévők köréből, akik egyébként kaptak szaloncukrot. Eljöttek, és ott volt az ülésükön a szaloncukor. Ezek kell bejönni. Na most... Na mégiscsak karácsony van. Lesz. Az lesz az első esemény. Igen. Jövő héten Szabados László eladása fogja zárni a 30 éves Polaris sorozatot. Talányos cím, 1979-ben milyen volt a csillagászat. Amikor a Polaris létesült, milyen volt úgy általában az ismeretanyagunk, mi volt a csillagászatban, izgalom, a kérdés, az újdonság. 30 év azért már egészen komoly idő, úgyhogy érdemes visszatekinteni, kicsit fémült. Ugye a Laci 2005-ben tartott egy hasonló előadást, hogy milyen volt a csillagászat 1905-ben, amikor Kulin György született, és milyen lett 2005-ben. Hát most kicsit hasonló logika mentén kértem fel erre a témára, amire ő habozás nélkül állt. Úgyhogy Szabados László lesz a jövő heti vendégünk. Lehet látni, hogy fenszer felirattal van. Levelező barátom, ez is sok. Köszönöm.
vissza tudok sétálni, tehát... Nincs híres. Nagyon jó, akkor minden értető. Letaglóztad a hallgatóságot. Minden, elmondtál.